Reméljük azt, hogy egy ilyen versennyel megszerettetjük velük az egyetemet, a várost, és nem utolsó sorban nyilván a harmadik vállalatot. Hackathon címmel ötlet és prototípus fejlesztő versenyt hirdetett a Harman Becker Kft. És az Óbudai Egyetem a várossal együttműködve. A tudományos versenyre az ország minden szegletéből várják a 9-13. Évfolyamos 4 fős középiskolás csapatok jelentkezését. Első körben egy selejtezőre, melyre október 9-éig lehet jelentkezni. Online formában, a program weboldalán keresztül egy kis filmmel, mely a csapat környezetében található problémát és annak megoldását kell bemutassa. Ezt egy október 28-án szervezett, 24 órás döntő követ majd. Valami technológiai problémát fognak kapni a versenyzők, és ezt kell majd megoldaniuk a rendelkezésre álló eszközökkel. Tehát itt 24 óra fog majd a rendelkezésre állni. Hát ez nagy kihívás lesz számukra, mind szellemileg, mind szakmailag, műszakilag. Mind az informatikai és műszaki tudásra, mind pedig a tervezésre és a kreativitásra szükségük lesz a 4 fős csapatoknak. A szervezésből és a lebonyolításból pedig az Óbudai Egyetem is kiveszi a részét. A verseny nem titkolt célja az is, hogy újabb és újabb kreatív tehetségeket, lendő hallgatókat csábítsanak Székesfehérvárra. Nyilvánvalóan szeretnénk önmagunkat is reklámozni, és megmutatni azt, ami tényleg előnye akarnak, nevezetesen a pragmatikus képzés, az iparközeliség, a gyakorlatorientáltság, ami meggyőződésem szerint mindenképpen hívó szó fiatal embereknek. A Harman Hackathon 24 órás verseny díjazása is egyedi lesz, hiszen nem csak a helyezettek, hanem szinte minden döntőbe jutott csapat nyereménnyel térhet haza. A verseny során ugyanis a csapatok munkájukért virtuális valutában fizetséget is kapnak majd a zsűritől. Ebből tudják majd a 24 órás vetélkedő végén megvásárolni azokat a Harman termékeket, melyek számukra hasznosnak bizonyulnak. A legjobban teljesítő csapat pedig egy londoni tanulmányúttal is gazdagodik.